Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. Elindultam otthonról, hogy jövök a Minimysthez, aztán megérkeztem az MNoirhoz. Itt ül velem szemben Mészáros István, gitáros, énekes, dalszerző. Köszönöm, hogy beengedtél az otthonodba. Én köszönöm, hogy jöttél. Na hát egy kis kavarcs lett a fejemben, amit nem biztos, hogy teljesen feloldotta az, hogy elolvastam mindenféle cikkeket. Elég sok minden történt veletek, ebben majd nem sokára beleugrunk, hogy miként alakulgatott a zenekarnak a sorsa. De először talán kezdjük azzal, hogy nem egy próbaterem az, amit választottál, és miért a lakásodon beszélgetünk. Hát egyrészt azért, mert ma itthon dolgoztam. Aha. És hát a próbáink azok Budakeszin szoktak lenni. Egyébként nagyon, ott is nagyon kellemes körülmények vannak. Egy erdőszéli házba, a Pap Gergő dobosunknak a házában. De hát ez most így jött össze. Na jó, de volt be, hogy csak meg akartad mutatni, hogy milyen klasszul felújítottad a lakást. Ez így van, így van. Ez nagyon szívesen elbüszkélkedek mindenkinek. Mennyi munkád van ebben? Hát ez egy ilyen bő fél év. Igazából ez téged pihentett, vagy meg kellett csinálni, és nekivágtál? Néha szeretek olyan dolgokkal foglalkozni, ami igen látványos, tehát fizikálisan is. Azért kérdezem, mert tudom, hogy elég elfoglalt vagy. Biztos vagyok abban, hogy mondjuk drágább az időd annál, hogy ne tudjál felbérelni valakit, aki elvégzi a munkát, mégis sajátkezőleg csináltad, és tényleg gyönyörű. Nem sajátkezőleg csináltam, de én irányítottam. Hát én azt hittem. Nem. Nagyon sok mindent, igen, például a szétverését a lakásnak az elején, azt két barátommal csináltuk, úgyhogy hát ez mégis az volt a legkeményebb része a dolognak. Aztán persze rohangálni a mesteremberek után az még inkább izgalmas dolog. Tehát akkor igazából koordináltad a dolgot. Igen, valami ilyesmi. A zenekart is te koordinálod? Segítettek. Gyakorlatilag igen. Na jó, akkor menjünk ebbe bele mélyebben, te pedig dőlj hátra és élvezd a sót. És most következzen a Hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Próbaterem, stúdió, alkotóműhely. Mindenhová beviszünk, hogy első kézből hallhass a legtehetségesebb bandákról. Come on, yeah! Felkészültél a zenei kalandra? Startol a Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. A mikrofonnál Rédl Ádám. Mészáros István az MNoirból most már, bár amikor még pályáztatok, akkor először a Minimyst néven futottatok, és azzal is nyertetek pályázatot. Mi történt körülöttetek? Azóta? Aha, tehát igen. Igazából én most el tudnám mondani, hogy mennyire felkészült vagyok, vannak jegyzetpontjaim, hogy mikor kivált ki, kivel milyen sikereket értetek el, de amin nekem megakadt a szemem, és amit fölfogtam az egészből, hogy azért elég viharos időszak volt. Igen, gyakorlatilag biztos, hogy engem hozná zavarba, hogyha itt dátumokat és neveket kéne sorolnom, hogy ki mikor lépett be, és ki mikor vált ki. Én ezt szeretném ilyen leegyszerűsíteni, tehát végülis az egész Minimystnek ez a 4-5 éve egy elég izgalmas dolog volt. Nagyon sok mindent kipróbáltunk, mind zeneileg, mind hangszerelés tekintve. Nagyon sok zenész megfordult nálunk, akik egyrészt vendégzenészek voltak, másrészt pedig bekerültek így a csapat tagjai közé. Egy valakinek a nevét mindenképpen emeljük ki, vagy kiemelem én, Telma Lincoln. Igen. Mert hogy én azt láttam, amikor böngésztem az életrajzot, hogy mintha vele értétek volna el a legnagyobb sikereket, vagy a legmagasabb csúcsokat. Hát ez egy érdekes dolog, hogy milyen szempontból. Aha. Tehát, hogy mikor éreztük magunkat a legstabilabbnak, szerintem ez a Telma előtt inkább egy olyan fél évre visszamenőleg. Akkor éreztük azt, hogy akkor volt legtöbb koncertünk, játszottunk a Kensington előtt, ott egy elég ilyen húzós nyár is volt, és valahogy ott éreztük úgy, hogy ennek az egésznek meg kéne lendülnie, hogy egy kicsit magasabb fokon kéne folytatódnia, de ez annyira nem történt meg, és hát egy kicsit így össze is, hogy is nem összekaptunk, de kicsit elkezdtünk ilyen egymásban picit egy hibást keresni. Ez olyan, mint amikor egy párkapcsolat elkezd így tönkre menni? Tehát, hogy kicsi apróságokon indul, és onnantól már az ember a másikra mutogat? Az egész egy olyan zenei kísérlet volt, hogy mi azért benne volt a pakliban, hogy már akkor is mindenki ugye a 30-as éveiben, vagy 30-as évei végén járkált, és hogy ezt az egész dolgot mondjuk így ilyen hamar kéne valamilyen megfogható sikerre vinni. És amikor ez így nem sikerült, ez az első lendülettel, akkor rögtön jött egy ilyen fáradtság, ami már lehet, hogy a korral jár, de igazából picit, akkor volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy hát én akkor csináljuk úgy, hogy én így hátrébb állok, vagy teljesen visszavonulok dalszerzőnek, de benne maradok a produkcióba, és keressünk valakit, aki ennek az egésznek az élére állt. És akkor így jött a Telma, aki valóban az élére állt ennek az egész dolognak, és én meg maradtam a zenekarban, de egy picit visszaléptem, tehát egy kicsit gitáros, vokálos szerepbe, ami nekem egyébként nagyon tetszett. Nem azért, mert így eltoltam a felelősséget magamtól, de nyilván a Telma jelenléte a színpadon, meg az, hogy végre megint énekelhettem, úgymond duóban, tehát egy női hanggal, az nekem nagyon izgalmas volt, mert ugye erre korábban is voltak példák, sőt az első Minimyst lemez szinte erre épült, hogy vendégénekesnők jöttek a képbe, illetve volt egy énekesnőnk is, aki végig kísért minket az elején. Valamire nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben az időszakban feszültség nyilván volt közöttetek, az kiderült ebből, de hogy ez a zenétekre hogyan hatott, erről majd dumálunk, viszont ebben a műsorban 5 dalt is meghallgatunk. Én szeretném azt, hogy bőséggel hallgassunk MNoir felvételeket, de talán, hogyha most a Minimyst-tel melegítettünk be, akkor kérlek, hogy válassz egy dalt. Mi legyen az első? A Promises-t választanám, és valahogy azért, ha azt a dalt hallgatom, ugye erről a lemezről, vagy visszahallgatom, az nekem hozza azt az emelkedettséget, amivel így eléggé hitelesen tudok visszagondolni így a Minimyst időszakra. Valószínűleg a dalszöveg is egy kicsit rásegít, de talán nekem erről lemezről ez a legfontosabb most ebben a hangszerelésben. Nem marad meg az ígéretek szintjén, indítom. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja Rédl Ádámmal. Time passed me by as long as your bells are quiet. What should I try? How should I try? Your borders are closed, your eyes are on the wild, like a trying tree. There's no resolve in me. Let the tears come and flow now. Let the tears come and flow now. Until you're holding me, until I'm holding you. Promises you made to me, promises I made to you. Until you're hurting me, until I'm hurting. Time passed me by as long as your horns are howling. Where could I sleep? How could I sleep? Spider defeated me and finally killed all my seeds. There's no will in me. There's no pride in me. Let the tears come and flow now. VIP Pass. Kulisszatitkok. Igen, itt a zene alatt beszélgettük, hogy nem akarod letörni a mikrofon elmény, de még van rajta garancia, tehát egészen nyugodtan zúzzad, és hogy bármi lesz, akkor majd intézzük. No, nagyon sok zenekarról tudok, ahol a feszültség, a belső feszültségek a zenére jótékony hatással voltak. Viszont nagyon sok példát látok arra is, hogy nem mindenkit épít ez a fajta együttmunka, csapatmunka, és kíváncsi vagyok, hogy szerinted a nehezebb időszak a zenéteket előrébb vitte, vagy egy picit megakasztotta? Én azt gondolom, hogy ez attól függ, hogy kinek mire van szüksége, valóban így van. A nehéz időszakok valószínűleg arról szólnak, hogy nem kényelmesedik az ember, hanem megy előre. A hátrány ennek az, hogy van, amikor egy vagy két év távlatába tekint vissza, hogy mi az, amit jól csinált, meg mi az, amit rosszul csinált. Valószínűleg nálunk is ez így volt. Mi azzal foglalkoztunk, hogy menjünk előre, csináljuk. Ugye egy zenekart megszervezni, ugye koncertek, próbák, stb. Fotózás, ide-gyere, oda-gyere, ez rengeteg idő, energia. Ezt ugye a zenekarban főleg a Benedetti Péter meg én csináltuk, tehát ugye mi mozgattuk előre a zenekart, és hát ez így is van, hogy mindig nem mindenkinek ugyanannyira fontos egy zenekar, főleg úgy, hogy voltak tagok, akiknek ez mondjuk a második vagy harmadik zenei formációja volt, tehát párhuzamosan. Jöttek az eredmények, megnyertétek a Rocksziget tehetségkutatót, az Öröm a Zene országos döntőjében a legjobb 5 közé kerültetek, beválogattak titeket ugye az NK a Hangfoglaló programjának induló előadói közé. Ezek már olyan kézzelfogható eredmények voltak, amikkel elégedett voltál? Szakmai elismerések addig is voltak, tehát már az első lemeznek is számomra meglepő módon elég komoly így sajtó visszhangja volt, meg ilyen évvégi értékelésekben elég jól jöttek ki a dolgok. Amúgy ez egy jó kérdés, hogy miben méritek a sikert, mert nyilván a szakmai elismerések azok sokszor fontosabbak lehetnek, mint egy díj, de valahol meg a díj az a szakmai elismerésnek a megtestesülése. Ez valóban így van, de nem biztos, hogy a szakmai elismerés ugyanazt az értékelés jelenti mondjuk, mint a közönségnek az elismerése. Tehát addig ez persze járhat együtt, de nem mindig ugyanaz. Az elején szerintem a szakmai elismerések kellenek ahhoz, hogy az ember így tovább csinálja, vagy begyorsuljon a dolgokkal. Aztán a megélhetéshez pedig nyilván a közönség kell, mert az anélkül, meg hát a továbbiakhoz is, ugye nyilván a Hangfoglaló program is erről szól, hogy olyan zenekarokat szeretne kitermelni, akik utána a saját lábukra tudnak állni. Oké, játszunk el a gondolattal, hogyha most becsukod a szemed, és elképzeled azt, hogy mikor dőlnél úgy kényelmesen zenészként hátra, akkor mi kéne ehhez? Az, hogy meg tudjál élni belőle, az, hogy a közönség éljen ezzel, az, hogy megjelenjen valahol egy lemez, legyen valahol egy koncert. Hát mi az az állapot, amire azt mondod, hogy na, ez egy eredmény? Egy ilyen államállapot. Hát, lehet, hogy kicsit csalódott leszel, de én amúgy én abszolút elégedett vagyok már azzal is, ami eddig történt. A csalódásokat én általában úgy kerülöm ki, hogy hát nem egy ilyen magamra előtetett elégedettségről van szó, hanem arról van szó, hogy azért nagyon rájöttem arra, és nem csak a saját példámból, hanem azok a zenészeken keresztül, akikkel találkoztam, akik sokkal többet értek el, hogy mindig van egy következő állomás, és mindig van egy következő cél, és hogyha az ember a jelenlétet nem tudja élvezni, akkor az egész tényleg csak egy ilyen előre rohanás. Ez és a jelenlét élvezete, ez egy megtanult valami, vagy ez belőled fakad? Én azt gondolom, hogy én nagyon kritikus vagyok magammal, úgy érzem, hogy nagyon ismerem a hibáimat, mármint zeneileg a határaimat, hogy mire vagyok képes, és általában egy lemez elkészülte után se tudok úgy igazán hátradőlni, és azt mondani, hogy hú, hát ezt megcsináltam. Valamit megcsináltam, de az általában inkább a zenei része, vagy így a filozófiai része, vagy az irodalmi része, a megvalósításban meg azért sokkal könnyebben találok hibát. Látom itt körülötted, hogy nagyon menő sárga membrános nagy hangfalaid vannak. Nyugi, nem írom ki a címet sehova, és nem mondom el, hogy mikor mész el nyaralni, de akkor most már megkérdezem, hogy visszahallgatod magad? Visszahallgatod a felvételeket, vagy inkább azt mondod, hogy jó, ez kész, és emlékezzünk rá úgy, ahogy volt? Úgy készülnek, hogy visszahallgatnám magam, vagy sokszor visszahallgatnám magamat, de aztán annyiszor nem hallgatom magamat vissza valamiért. És ez is nagyon érdekes, hogy ugye milyen impressziója van az embernek saját magáról, hogyha lehet ilyet mondani, hogy például ezt a lemezt, amit itt kiraktam neked az asztalra, ugye a Minimyst-noir vagy MNoir néven futunk már ugye a zenekarral, ezt nagyon meg akartam csinálni, és nagyon sokáig nem hallgattam, most belehallgattam egy olyan, nem tudom, 2-3 hónap távlatába, és megint nem találtam annyi hibát bennem, mint amennyit az elkészülte után. Aha. Tehát tudtam egy kicsit élvezni, hogy úgy mondjam. Amúgy ez nagyon érdekes. Az öcsém például nem volt hajlandó újra nézni az esküvőjéről készült videókat, mert hogy annyira szépen megvolt benne az emlék, és félt tőle, hogyha megnézi, akkor az majd lerombol valamit. Aztán most néhány évvel később megnézte, és ugyanazt a szép emléket erősítette meg benne. Tehát valahogy ez az idvezi a vét, vagy gyógyít. Szerintem abszolút erről van szó. Ez bármi mással így lehet, tehát nem csak művészeti alkotásokkal. Abszolút, abszolút. No, hallgasson meg erről a lemezről valamit, vagy másikról szeretnél? Te választasz. Nem, jöhet ez, ha már úgyis erről beszéltünk. Minimyst-noir, nem maradsz egyedül, ez a címe a korongnak, és mi legyen róla? Odaadom most már a lemezemet, mert nekem adtad. Legyen a csak a hó. Amit nem szerettél, mert belát a szívfalon át, mászunk. A dal születése. Azt tudom, hogy a dalokat te írod, és valószínűsítem, hogy emiatt marad benne a névben is a Minimyst, és ezért lett Minimyst Noir, meg ennek köszönhető, hogy a továbbiakban is felcsendülnek olyan dalok, amik korábbiak, de javíts ki, hogyha tévednék. Tehát nem akartál szakítani az eddigi zenékkel csak azért, mert valami újba kezdesz, viszed tovább az eddigit. Ez egy kényszer is volt. Tehát ugye az előző beszélgetés folyamunk ugye arra, abba az irányba ment, hogy mi történt a Telmával, ugye, ezt meg ugye végül is, ha nem bánod, akkor végigviszem, hogy... Érezd magad otthon, nálad vagyunk. Igen? Tehát amikor ezeket a díjakat, vagy elismeréseket megkaptuk, meg megnyertük, meg pályázatot, ekkor a Telma úgy döntött, hogy ő mégse szeretne annyira szerves része lenni a zenekarnak, és akkor elkezdtünk így alkudozni, és valahogy nem tudtunk megegyezni, és akkor úgy döntöttünk, hogy nélküle csináljuk tovább. Megvoltak a dalok, tudtuk, hogy mit szeretnénk csinálni, és megcsináltuk ezt a lemezt, amiről ugye az előbb is szemezgettünk. Ami már alapból egy érdekes helyzet, mert eddig, és nem tudom, hogy lesz-e még ilyen banda, ti vagytok az egyetlen, akikkel találkozom, és így a projekten belül, tehát a Hangfoglaló projekten belül rögtön két lemezzel is előrukkoltatok. Így van, hát ott már egyszer a zenekar átformálódott, tehát jött Sándor Dani dobolni, és Benedetti Péter maradt basszus, én meg gitárének, illetve a Weil Andris, mint producer szerepelt ezen a lemezen, és egy-kettő koncertünk volt, ott be is segített producer, nekünk, mint szintetizátoros. Tanácsot ad, vagy aki meg is keveri a dolgokat? Gyakorlatilag ő rakta össze ezt a lemezt, tehát az most minden túlzás nélkül mondhatom, hogy nekünk voltak, azért megvoltak az alapok, mi már próbáltuk ezeket a dalokat, amiket a lemezre szántunk, de az egészet gyakorlatilag ő öntötte formába. Nyilván mindenki hallotta, aki fülelt, vagy akinek van füle, hogy azért itt elég az elektronikus irány az, ami dominál. Korábban meg inkább az akusztikus, de nagyon sokfele kalandoztatok és kalandoztok. Ez hogy működik? Tehát éppen ami bekattan, hogy most ilyen zenét akarok csinálni, vagy hogy jönnek az ötletek? Hát a magyar zenével kapcsolatban ez az egész dolog úgy jött, hogy szerettem volna egy ilyen tematikus lemezt csinálni, és a Deák Ambrus, aki ma már Los Angelesben él, és ott tanít producerkedést, meg zeneszerzést, mi vele nagyon jó barátok vagyunk, és mindezt egyébként a Minimystnek és az MNoirnak köszönheti, ugye? Így van. Oké, világos. És hát beszéltünk róla egy masterelés kapcsán, ami egy ilyen, hát egy Minimyst lemeznek, a kislemeznek a masterelése kapcsán, ami nem annyira sikeredett jól, hogy kéne egyszer együtt csinálni egy olyat, hogy a legelejéről. És akkor elővettem őt ezzel kapcsolatban, hogy Hellóka, neked volt egy ígéreted, egy ötleted 2 éve, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, és hát ugye gyakorlatilag jó pár ezer kilométert hidaltunk át ezzel a lemeznek az elkészítésével, ami hát fura is volt, ugye időeltolódás miatt azért a kommunikáció nem úgy folyt, hogy így bármikor tudtunk volna egymással beszélni, de pont emiatt volt izgalmas, vagy rendhagyó, hogy ezt így össze tudtuk hozni. Tehát ez tényleg így átöleli a világot gyakorlatilag, vagy átölelte ez az együttműködés. Mindenki jó alaposan gondolja meg, hogy mit ígér neked, mert 2-3 év múlva, vagy 3,5 év múlva felbukkansz. Így van, és nem is tud elbújni a föld másik felé. Na jó, de hogy lehet ezt képviselni egy bulin? Annyira különböző stílusok bukkannak itt fel, hogy én bevallom, még nem voltam koncerteteken, kicsit nehezen tudom elképzelni, hogy ott például mi történne. Én mindig abból indultam ki, hogy ezek a dalok, amiket én írtam, és azt hiszem, hogy kis nehézséggel, de a magyar dalok is, mert ugye ezeket már most már próbáljuk bizonyítani, hogy ugyanúgy működnek, mint bármilyen egy szágitáros dal, tehát elő lehet adni. és ennek megfelelően a hangszerelést is variáljuk. Tehát ezt például úgy kell elképzelned, hogy az MNoir a mostani felállásban ez működik úgy is, hogy engem mondjuk egy szágitárral hívnak valahova énekelgetni, most egy szófár kis koncert körvonalazódik, ott gyakorlatilag most alkudozunk, hogy akkor a duó legyen, vagy esetleg befér még egy kahon, ott van a Görög Dani, mint trombitás, mindenki megijed, hogy hú, a trombita az biztos, hogy hangos lesz egy bizonyos helyen, de nem, ő ezt meg tudja oldani technikailag. Magyarul az a jó dal, ami akár egy gitáron is megállja a helyét, de nagy hangszerelésben is jól szól. Hát nem biztos, de én valahogy így működtem. Nem azt mondom, hogy mindent egy gitáron megírok, és akkor az kész van, de pont ezért szeretek így másokkal együtt működni, vagy így másokkal egymást inspirálni, hogy ez az együttműködés az Ambrival is erről szólt, hogy nem tudtam, hogy ebből az egészből mi fog kijönni, és hát nagy része számomra is meglepetés volt, hogy ő hogy hangszereli a dolgokat. Mit hallgassunk meg? Legyen a romjaink. És ez egyébként, amikor megkaptad az ő hangszerelésében, akkor egyből olyan volt, hogy azt mondtad rá, hogy ez így pöpec, vagy hozzányúltál? Hát ez a dal, ez nagyon durva volt. Tehát, hogy ahogy ő az egészet megcsinálta, meg már az elején hozzányúlt, tehát egyből lehetett érezni, hogy mit akar. Tehát az egész dal úgy indul el, hogy nagyon karakteres. És lehet közben várni az éneket, vagy az ember számít rá, hogy valami vokál fog jönni, de az elején már így nagyon így lefekteti szerintem így az alapokat. És egy apró résen át téged értelek el. Én rángattalak, hogy a törött tárgyakon csak velem léptek. A veszélyben félni, a szemétben égni, bent tartani a levegőt, vérezni, mint egy vadász, aki magára lőtt. Fordítva jár, karmokat növesztett a szándék, és csontokat talál. A valaha legszebb mondatainkat nem egyedül égetem el. Lennék én az egyetlen, aki rád figyel. Lesz-e még, akire azt mondom, te is lehetnél? Akit ha látsz, hogy eltűnik éppen, még darabokra szedhetnél. Aki kivág minden fát, hogy eltakarja magát. Ha támadsz, mint a szerelem, a kulcsukon át. Aludni kéne most is rég, a fejemben csoszog a múlt. Egy térkép kéne hozzád, mert itt lefelé vezet az út. A valaha legszebb fegyvereimmel indulok most el. A szerelem kevés volt és pótolni kell. Lesz-e még, akire azt mondom, hogy te is lehetnél? Akit ha látsz, hogy eltűnik éppen, még darabokra szedhetnél. Aki kivág minden fát, hogy eltakarja magát. Ha támadsz, mint a szerelem, a hanghordozó. Az ember, aki a zene mögött áll. Na most jön ez a kérdés, ami reményeim szerint megfog. Szerinted a közönségedben több nő van, vagy több férfi van? Szerintem nagyon kicsi közönségünk van. De... Jó, de hogyha mondjuk, hogy be kéne lőni, akkor inkább a nők dominálnak a közönségben, vagy inkább a férfiak? Szerintem a nők. Tehát, hogyha mondjuk a zenét nemhez kéne kötni, akkor szerinted inkább a nők azok, akik szeretik? Hát, hogy nagyon sokan lennének egy koncertünkön, úgyhogy nem előzenekar vagyunk valahol, hanem tényleg valószínűleg, hogy igen. Na, ebben most tudom, belekényszerítettelek, de ez egy olyan téma, már hogy a nő meg a nőiesség téma, amit így végigvonulni látok, és utána olvastam, kiderült, hogy egy nővéred és 3 unokatestvéred van, akik szintén lányok, tehát gyakorlatilag abszolút körbe vagy, és voltál véve nőkkel. Én először a 2016-os Vénusznál láttam egy ilyen jellemzést, hogy egyfajta férfiúi rácsodálkozás a nőiességre. Ez egy olyan téma volt, ami mindig foglalkoztatott, vagy ami így elő volt a fejedben, vagy ez teljesen véletlen alakult így? Hát nyilván eljött az életemben egy időszak, amikor elkezdtem érdeklődni nem irány. Jó, de mindenki viszont általában a zenében nem feltétlen erről az oldalról fogják meg a nőket, mint ahogyan a te zenédben megjelennek. Jó, igen, ebben van egy ilyen a férfiak és nők közötti különbözőség, mondjuk nem tudom, szociális értelemben. Biztos, hogy van... Lehet, hogy a nők bizonyos dolgokhoz türelmesebbek, de vannak olyan dolgok, amikben mondjuk a férfiak jobban el tudnak mélyülni, és akkor a fiú barátaimmal ezeket hogy mondjam, jobban meg tudjuk beszélni, de van egy olyan vonal szerintem, amit valószínűleg a nők jobban értenek. És neked ehhez sikerült közelebb kerülnöd, mint egy átlag embernek? Tehát ezt te kutattad, vizsgáltad így, tudatosan erre koncentrálva, vagy csak megénekled? Nem, ezek ugye, amiket én próbálok írni, azok történetek. Tehát, hogy ezeket általában képzelet szüli. Tehát, hogy így lerajzolok egy nem tudom, egy világot, és akkor abba belehelyezek mondjuk egy férfit is, egy nőt, és általában ez a dalszövegek, akár az angol, akár a magyar nyelvű dalszövegek eléggé ezt járják körül. Ez egyébként nagy erősséged, nagyon jól fogalmazol képekben, és nagyon jól láttatsz dolgokat, és akkor már be is emelném ide a kedvenc klippemet tőletek. Tengeri szörny, asszony a neved. Ez ugye a Mayland 2018-as lemezen volt rajta. Itt gondod volt a nőkkel? Nem, hát a klipet azt abszolút együtt találtuk ki, ugye a Tulai Balázsral, meg a zenekar tagjai, így együtt, hát neki volt egy alapötlet ezzel kapcsolatban, tehát ő látott ebbe az egész dologba valamit bele, és akkor egy picit úgy még rendezgettük, hogy a történet az hova fusson ki, de nyilván mindig erről szól, hogy ez az elesett férfi, ahogy az előbb is mondtad, hogy a meg nem értésből az kerekedik ki, hogy a végén ugye egy olyan szemüveget veszel föl, ahol a nőket már nem csak egy meg nem érthető jelenségnek látod, hanem már szinte szörnynek látod, de persze ez csak játék, tehát hogy ez játék a szavakkal. Amúgy, ha össze akarnám foglalni a klippet, lehet, hogy bajban lennék, de ezt úgy meg kell nézni. Ezt nem annyira könnyű szerintem elmondani. És mi történik veletek mostanában? Merre tovább? Most egy kicsit leálltam. Vannak dalaink, tehát vannak új dalaink, vannak olyan dalok, amiket nagyon régen írtam, picit átírtam. Van egy magyar dal, amivel egyszerűen nem boldogulok, nem jutok tovább. Most azon dolgozok igazából, hogy legyenek olyan körülmények, koncertek, stb., akár pályázatok, amivel az egész egy picit meglendül, és akkor tudom, hogy menni fog ez a dolog, csak hát így magamat nehezebben tudom ösztönözni, így itt egyedül a lakásban ülve. Nem, viccet félretéve, igen, tehát biztos, hogy lesz még egy kis lemez a közeljövőben. Általában télen szeretek ilyet csinálni, mert azzal úgy el lehet ütni az időt. Hát jön a tél. Így van. És meg amiket én csinálok, ahhoz szerintem jobban is illik, de majd meglátjuk. Ezeket a dalokat így összeszedjük, szerintem megcsináljuk, és ez megint csak abszolút ilyen élő, akusztikus dolog lesz. Nagyon szeretném így letisztítani, hát mint ahogy most is egy trióban játszunk, ami néha kiegészül egy kis trombitával, ezt nem szeretném nagyon túl harsogni, tehát egy ilyen letisztult dolgot szeretnénk csinálni. Mit hallgassunk most? Legyen a címadó dala, Nem maradsz egyedül. A redőnyt már leengedtem rég, csak egy hajlongó fénycsík tart ébren még. Olyan vagy, mint jégtáncos, lábán a jég, mint egy fenszíves, ami a bőrömre ég. Legugolok hozzád és helyszínellek, csak kellett a kés a fehér szívednek. Az ampullák mellé felfektetlek, elvonszollak innen, hiába nevetnek. Zenéhez a tél jobban passzol, be is ugrik a Csak a hó klippetek. De miért a tél? Alapvetően a tél az, ami neked közelebb áll a szívedhez, vagy ez is csak egy olyan dolog, hogy hát igazából a télen született dalok azok, amik többen vannak, és akkor tél? Hát ez egy érdekes kérdés. Nem tudom, én vidám zenéket is hallgatok, csak nem tudok csinálni. Tehát egy... Komolyan? Abszolút, persze. Kell a depresszív, vagy hát nem is azt mondom, hogy depresszív, melankólikus hangulat ahhoz, hogy jó dalot szülessen? Igen, valahogy erre álltam rá, de vagy ezt tartom fontos témáknak. Inkább szerintem a témák azok jönnek, és azok valahogy ilyen köntösbe ágyazódnak bele. Tehát, hogy valamiért ez így működik, de abszolút nem vagyok egy depresszív alkat, sőt, tehát igen, hogy így inkább az ellenkezőjével megyek másoknak a idegeire. Tényleg? Mert ez az, amit ki akartam emelni, hogy így a lakásodból sem úgy tűnik hófehér falak, rendezettség, letisztultság, meg úgy, ahogy találkoztunk, beszélgettünk, ebből sem az jött le. Az látszik, hogy mély gondolkodású, vagy mély gondolkodó vagy. A melankolikus oldalad is átjön. De az mondjuk meglep, hogy van, akit azzal kergetsz őrületbe, hogy mondjuk túlságosan pöröksz. De, te vannak ilyen... Tehát, hogy kell hozzá egy kicsit inni, de alapvetően vannak ilyen extrovertált és ilyen nagyon pörgős. Így azt gondolom, hogy szórakoztatok másokat, és akkor így néha túl pörgöm a dolgot, és akkor ezzel áll szemben mondjuk ez a zeneiség, de a kettő tényleg elég távol van egymástól. De hát ez olyan dolog, hogy most ha valaki megír egy regényt, mondjuk egy sorozatgyilkosról, akkor még nem biztos, hogy az ő arra pályázik, hogy ő is az legyen, tehát, hanem egyszerűen érdekli a téma, én is így vagyok ezzel. Néha az a bajom, hogy túl sok minden érdekel. Nyilván sokkal több szempont van, de hogyha fognánk egy dalodat, most nem menjünk bele hangnembe, akkordmenetbe, mollok, dúrok, stb., de csak feldupláznánk a tempót, akkor nem lenne vidámabb? De, ezt meg is csináltuk néha. Tehát voltak ilyen kísérletek, több-kevesebb sikerrel, tehát voltak ugye olyan dalok, amik ilyen, hát ilyen remixet kaptak. Szerintem akkor is megmaradt ez a fajta ilyen melankolikusság. Okay, tehát hiába volt alatta tudsz, de amúgy szerintem ilyenre is nagyon sok példa van a világban. Hogy... Hallgatva a zenéteket nem kell ezt levetkőzni, csak most így játszadoztam a gondolattal. Igen. Van egy rovatunk, amiben mindenki aktívkodhat egy kicsit, és szeretném megkérdezni tőled, hogy miért van itt a gitár. Azt gondoltam, hogy eljátszok egy olyan dalt, ami már az új korszakot képviseli, angol nyelven lesz, és néha az a címe, hogy My House, néha meg mi is a címe? Szóval még úgy igazából nincs hivatalos címe. És ezt azt gondoltam, hogy ezt így eljátszanám. Tiéd a terep. Köszönöm. Hangpróba. Activity. Akcióban a csapat. My house there behind the hills, I left you the keys where I used to live, and you can find me at the river, lying under a linden tree. The songs are my children and me running around the pond that I fill with my sweetest sounds. All the flowers are laughing at me when I'm falling down. I can't see the situation from inside. I'm joining all the pictures that I left behind, and I see all these faces around me slowing down. Valami ilyesmire gondoltam így előzetesen. Annyira zseniális. Hallgatnám még nagyon sokáig, és tényleg igazad van, vagy hát lehet, hogy a szádba adtam, de egy dal, ha jó, akkor egy szál gitárral és énekkel is jó. Próbaterem, stúdió, alkotóműhely. Mindenhová beviszünk. Ez a Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. Alapvetően munkacímen működnek a dalok? A végén alakul ki a végleges? És közben hívod valahogy? Hogy mit tudom én, gitáros, hát, lassú? Mindig van egy ilyen erősebb sor, mondjuk, így a dalszövegbe, és akkor az úgy már húzza egy picit abba az irányba, de nem tudom, ennek olyan nagyon nagy jelentőséget nem szoktam tulajdonítani, bár a magyar lemezen ezen elég sokat gondolkodtam, mert szerettem volna, hogy ugye ez egy tematikus lemez, hogy picit így a dal címek is így vezessék az embert. Nem annyira sikerült most, hogyha így ránézek a lemezre. De akkor úgy tűnt? Tehát akkor meg volt a férben a gondolat? A szándék volt, de szerintem nem annyira sikerült. Magyarul vagy angolul írsz könnyebben dalt? Hát angolul, de most már... Igen, tehát ez a magyar szöveg, ez is egy kísérlet volt. Én nekem amúgy a szöveggel én nagyon meg vagyok elégedve. Az énekkel annyira nem, mert ez ugye a legtöbb esetben úgy szokott történni egy zenekar esetében, hogy azért azt a dalt mielőtt fölvennék, azért játsszák, beéneklik, ugye, kialakul, javítgatják, stb. Mire oda kerül. Ez meg ugye úgy történt, hogy megírtam a dalokat, énekelgettem egy kicsit, és utána elkezdtünk az ambival dolgozni, tehát amire én oda jutottam, hogy feléneklem, még nem voltak ezek a dalok annyira ott, úgyhogy emiatt ő sokat is dolgozott ezen, hogy az éneket csinosítsa. Ha most oda raknának egy mikrofon mögé, és felkészületlenül ebben a pillanatban el kéne énekelni, szerinted jobban énekelnéd el, mint ahogyan ő kikeverte? Ezt nem tudom megmondani, mert akkor... Mert a végeredményen én ezt nem érzem. Tehát nem érzem azt, hát, hogy nyilván te maximalistaként így állsz hozzá, de hogy hát, nagyon profin szól. Nem vagyok maximalista, de úgy tisztában vagyok a korlátaimmal. Világos. Aha. Készen állsz arra a rovatra, ami semmihez nem kötődik, de minden műsorban benne van? Persze. Olyannyira, hogy fogalmam sincs, hogy miről lesz szó. Helyes. Jön a random kérdés, a Hangpróba rendszeres hallgatói már tudják. Ide nem illő kérdés, de mindig ide illő válasszal. Hangpróba. Random kérdés. Sorsolásra felkészülni. Forog a kerék. Melyik a kedvenc ünneped és miért? Karácsony. Mert nyugis. Akkor még az is leáll, aki nem tud leállni, mert rá van kényszerítve, a társadalom rá kényszerít, hogy kicsit pihenjen. Stresszesek a mindennapjaid? Nem mondanám. Néha igen. Én vagyok stresszes igazából. Könnyű az, téged olyan helyzetbe hozni, hogy stresszelj, vagy az azért nagyon magas szint kell? Engem mindenki ilyen borzalmasan nyugodt embernek lát, sőt olyannak lát, aki meg tud másokat nyugtatni. Lehet, hogy a hanghordozásodban is van valami. Szöveggel, de ezért ez nem így van. Tehát azért belül zuhatagok vannak, ahogy a József Attila mondta. Úgyhogy azért én így hordozom a feszkót magamba, de valamiért ez nem látszik kívülről. Értem én a nyugit, de a karácsonyban van valami olyan is, hogy mondjuk hited miatt fontos, család miatt fontos, ajándék miatt fontos. Nem tudom, ezeknek egy ilyen eszenciája szerintem, tehát hogy biztos szentimentális vagyok, és az a karácsony az úgy, nem tudom, eddig nem tudtam megunni, tehát valószínűleg azért sok minden miatt. Van karácsonyi dalod? Olyan tényleg karácsonyi? Johnny Mitchellnek van a Wish I Had a River. Az úgy, szerintem az egy vállalható karácsonyi dal. Ezt nagyon jó, hogy elmondtad. Mondjuk az én kérdésem arra vonatkozott a fejemben, hogy te írtál-e már. De ez jó, hogy hallok új karácsonyi dalt, számomra újat, amit meg kell hallgatnom. Ezt bővítem én. Képes vagyok nyáron is karácsonyi zenéket hallgatni, úgyhogy ez nekem benne van. De hogy írtál-e már? Nem, de szerintem nem is fogok. Nem is fogsz. Mert? Nem tudom, nem érzem ezt annyira. Nem ciki kategória, mert mondom, van olyan, ami szerintem jó, meg el van. Hát figyelj, kapod, ciki, de... nem ciki, Mariah Carey, All I Want for Christmas, szerintem ha csak az egy dala lenne, akkor is megélne élete végéig olyan boldogan, mint itt senki. Hát így van. Erről szól a About the Boy című film is. Na jó, milyen dalt hallgassunk meg zárásként? Még egyet választhatsz. Még egyet? Aha. Wow. Akkor legyen a halakról. Muszáj most ezt elmondanom a hallgatóknak. Van a konyhádban 2 tányér a falon, egy hal van rajta, az egyiken a halnak az eleje, a feje, a másikon pedig a halnak a farokúszonya. Tehát így, igen, amilyen messze rakod egymástól a 2 tányért, akkora a kapás, vagy akkora a hal maga. Igen. A halakkal van valamilyen közelebbi viszonyod, tehát horgászol? Igen, a halak egyébben szület. Ja, értem. Nem ezzel függ össze. Nem tudom, a dalszövegben is vannak ilyen visszatérő motívumok, ilyen víz, meg tenger, meg amúgy a víz például az eléggé benne van. De ez nem tudatos, szóval, hogy ez így, inkább azt mondanám, hogy a korlátolt fantázia az mindig visszavisz ezekhez a témákhoz. Én nagyon élveztem a beszélgetést Mészáros Istvánnal, az MNoir és a Minimyst gitárosával, énekesővel, dalszerzőjével dumáltam. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm én is. Drága hallgató, mutatom a dalt, amit még ígértünk, és kérlek, hogy iratkozz fel a podcast csatornánkra, hogyha bármi korábbit kihagytál volna, akkor hallgassd vissza, én pedig hozom majd az újabbnál újabb epizódokat. Rédl Ádám vagyok, hello! Ez volt a Hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Hamarosan újabb bandát látogatunk meg. Addig is iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozunk legközelebb is. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. ágyra. Nem vettem számításba azt, hogy az ízed ide ragaszt, majd a számra. Ahogy lépsz a kádba, túlfolyik az édesség a múltból, mint egy hajszárító, úgy úszol le bennem, mint álom a csendben, mint egy elem legbelül, a savban elmerül. Repülő halam voltál, én kapaszkodtam benne. Túl mély a tenger, hogy medencében kelljen szenvednem. Minden hazugságom sós vízben elkeverve. Ha nem repülsz, hadd zárjalak most a kezemben. Az álmaimtól falakon átszivárok, süvös konyhába téved. Sütőben a véred, hogy rosszul főznek elviselni, de az adagok is szerények. Repülő halam voltál, én kapaszkodtam benne. Túl mély a tenger, hogy medencében kelljen szenvednem. Minden hazugságom sós vízben elkeverve. Ha nem repülsz, hadd zárjalak most a kezemben. Ez a podcast a Prodcast baráti körtagja. Prodcast. Vidd magaddal. Hangpróba.